Kérdés kívánt feltenni a miniszterelnökséget vezető miniszterhez. Volt kartel, vagy nem volt kartel címmel? Tóth Csaba képviselőt illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, a kormány két évvel ezelőtt azt mondja, két évvel ezelőtt a kormány az M4-es autópálya megépítését, fegyvernek és abonyköti szakaszának építését még uniós forrásból akarta megoldani. Szóval hosszú húzavona után aztán kiderült, hogy az unió ezt nem fogja támogatni, ezt a projektet. A bizottság ezt a projektet soha nem fogadta be, és Magyarország vissza is vonta az erre vonatkozó kérelmet. Szóval idén áprilisban a kormány leállította az autópálya ezen szakaszának építését, Európai Bizottság kartel gyanújára hivatkozva. Akkor a tárca fejlesztés politikáért felelős, kommunikációért felelős helyettes államtitkára azt nyilatkozta, hogy a következő hónapban a miniszterelnökség átnézi a projekt dokumentumait, a közbeszerzés kiírásától a győztes kihirdetéséig, és ha arra jutnak, hogy az építkezésben részvevő cégek karteleztek, akkor megteszik a szükséges lépéseket. Ezután a miniszterelnökség bejelentést tett a gazdasági versenyhivatalnál, majd egy internetes hírpoltár kérdésére azt válaszolták, hogy tudomásuk szerint a versenyhivatal megindította az eljárást az M4-es autópálya építésével kapcsolatban. A gazdasági versenyhivatal a bejelentést törvényi határidőn belül elbírálta, és megállapította, hogy a versenyfelügyeleti eljárás megindításának feltételei nem állnak fenn. Külön kiemelték azt is, hogy a bejelentéses eljárást lefolytatták, de nem találtak semmilyen okot arra, hogy versenyfelügyeleti eljárást indítsanak ez ügyben. Ezzel gyakorlatilag megcáfolták a miniszterelnökség korábbi kartel gyanúra tett kijelentését. Ezekre való tekintettel kérdezem államtitkár asszonyt, milyen vizsgálatot folytatott le a miniszterelnökség, ami alapján bejelentést tettek a gazdasági versenyhivatalnál? Mire alapozták a kartel gyanúra tett kijelentéseket? Kaptak-e az Európai Bizottságtól erre vonatkozóan bármilyen írásos észrevételt? Várom válaszát. Köszönöm szépen. Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés, a képviselői kérdésre Vitályos Eszter Zsuzsanna államtitkár asszony válaszol. Megadom a szót, államtitkár asszony. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt elnök úr, tisztelt Országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Az önállítása helytálló. A gazdasági versenyhivatal hozott egy döntést, amely szerint az M4-es építésénél felmerült kartelgyanú nem igazolható, és az eljárását ezen megállapítást követően lezárta. Azonban itt szeretném megjegyezni, hogy a döntésben foglaltakkal nem értettünk egyet, és jogorvoslati kérelemmel éltünk. Engedje meg, hogy kérdéseire úgy válaszoljak, hogy kiegészítem az ön által is leírtakat, és azokat a részeket citálom vissza, amelyek nem mellékesek az ügy szempontjából, de az ön visszatekintéséből kimaradtak. Igaza van akkor, amikor azt írja, hogy idézem, a kormány két évvel ezelőtt az M4-es autópálya fegyvernek és abony közti szakaszának építését még uniós források felhasználásával akarta megoldani. Idézet vége. Téved akkor, amikor azt írja, hogy a következő lépés, idézem, idén áprilisban a kormány leállította ezen szakasz építését az Európai Bizottság kartelgyanújára hivatkozva. Idézet vége. Tévedése az ügy részletes megismerésének hiányából fakadhat, hiszen megfeledkezik arról a tényről, hogy a nagy projektre vonatkozó bizottsági kritikákat követően valóban visszavontuk a befogadásra nyújtott kérelmet, de ezzel egyidejűleg az Európai Bizottság kollégáival együttműködve megkezdtük a projekt átdolgozását, hogy azt ismételten benyújthassuk a bizottságnak. A visszavonás és az újbóli benyújtás lehetővé tevő munkák befejezése között közel egy év telt el. Önmagában ez a tény is igazolja, hogy a kormány konzekvens álláspontot képviselt ebben az ügyben, egy fontos fejlesztési projektet a bennünket megillető uniós források terhére akartunk megvalósítani. Az Európai Bizottságnak végig tudomása volt arról, hogy ezt a projektet az uniós források terhére kívánjuk megvalósítani. A projekt életében jelentős változás akkor állt be, amikor idén tavasszal az átdolgozás ellenére az ismételt benyújtást megelőzően a bizottság regionális főigazgatóságának kollégái közölték a magyar kormány képviselőivel, hogy mégsem kívánják nagy projektként befogadni az M4 ezen szakaszának fejlesztését, és itt az elutasítás egyik okaként a feltételezett kartelezés gyanúját is közölték. Ezt követően ismét helyes az ön által citált kronológia a versenyhivatali eljárás vonatkozásában. Tisztelt képviselő úr, a kormánynak egy ilyen ügy esetén nincs mérlegelési lehetősége. Ha az Európai Unió egy ilyen gyanút fogalmaz meg, akkor lépnünk kell. A miniszterelnökség áttekintette a kiválasztási eljárás körülményeit, és ezt követően a versenyhivatalnak átadtunk minden szükséges dokumentumot, amely rendelkezésünkre állt. A projekt finanszírozásának ellehetetlenülése a fenti okokból következett be. Köszönöm.
Megköszönöm államtitkár asszony válaszát, az ügy fontosságára való tekintettel természetesen a rendelkezés álló időkeretet ennyivel meghosszabbítottam. Tisztelt országgyűlés!